Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A legutóbbi közszolgálati videónkra érkezett egy érdekes komment, kedves nézőnk Steve9213 a következőt írta. Sziasztok! Nem terveztek egy olyan videót, amiben elmagyarázzátok a használt autóvásárlás menetét? Nem arra gondolok, hogy milyen motort kell elkerülni, meg hogy mit kell nézni a kiszemelt autón, hanem arra, hogy milyen folyamatokat és milyen sorrendben kell elvégezni. Milyen papírt, mikor, hova kell vinni, stb. És pár alapkérdést is megválaszolhatnátok, például, hogy ha megírtuk az adásvételit az eladóval, akkor hazavezethetem-e az autót közvetlenül utána, vagy hogy egyáltalán mi az a törzskönyv. Szerintem sok kezdőnek nagy segítség lenne. Nos igen. Hajlamosak vagyunk abba a hibába esni, hogy mivel az autózásban élünk, ezért ilyen egészen egyszerű és alapvető dolgokkal nem foglalkozunk, de nekünk mindenünk a közszolgálat, úgyhogy most ezt fogjuk végigvenni. Tehát nem azt a részét az autóvásárlásnak, ami a kutatással foglalkozik, hogy hol nézesd át, hol kérdezd le, hogyan vizsgáld meg, hanem azt, amikor már megszületett a döntés, és mész az autóért. Szóval nyomjatok csengőt, lájkot, iratkozzatok fel, és már kezdünk is. Fontos tisztázni például azt, hogy hogyan fogod kifizetni az autót, ilyenkor jöhet szóba az előleg és a foglaló. Viszont nagyon sokan hiszik azt, hogy ez a két fogalom ez csereszavatos egymással, vagy szinoníma, pedig nem. A foglaló az minden esetben azt a felet kárpótolja, aki a biznisz meghiúsulása esetén nem hibás. Tehát ha a vevő lép vissza, vagy nem tud megállapodott módon és időben fizetni, az eladó megtarthatja a foglalót. Ha viszont az eladó miatt hiúsul meg az üzlet, akkor a vevőnek a foglaló kétszeresét kell visszafizetnie. Az előlegnél nincs ilyen. Ha bármilyen okból meghiúsul az üzlet, az előleg visszajár a vevőnek. Erről is kell papírt írni, remek nyomtatványokat találtok az interneten. Szintén megállapodás kérdése az eredetiségvizsgálat, vannak olyan eladások, ahol ezt a vevő és az eladó felezik. Ez egy hatósági áras mutatvány, tehát mindenhol ugyanannyiba kerül, és az NKH által előírt technikával és módon kell történnie. Személyautó esetén 1400 köbcentig 17000 forint, 1400 és 2000 köbcenti között 18500 forint, 2000 köbcenti felett pedig 20000 forint. Az eredetiségvizsgálat célja az, hogy az átírás előtt kiderüljön, tiszta-e az autó. Nem ütötték át a motorszámot, nem tettek bele nem megfelelő motort, vagy valamilyen hasonló azonosító nem stimmel-e. Ilyenkor az egyedi azonosítókat és a papírokat vizsgálják, érdemes még az adásvétel előtt elvégezni. Megkérdeztem egy autókereskedőt, aki évtizedek óta praktizál, ő azt mondta, hogy még nem látott olyat, hogy autó bukott volna az eredetiségvizsgán. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, tehát még tényleg érdemes az adásvétel előtt lefutni ezt a kört. Szintén fontos a biztosítás. Ezt is az adásvétel előtt kell megkötni, hogy már így hajts ki a forgalomban. Nagyon fontos, hogy ha ezt nem teszed meg, akkor a biztosító fedezetlenségi díjat számolhat fel, ennek az összege napról napra nő. Amikor legutóbb autót vásároltam, akkor ugye már biztos volt a vásárlás ténye, akkor egész egyszerűen számítógépen megkötöttem előző este, és már ott volt nálam kinyomtatva a biztosítási kötvény, amikor beültem az autóba, de hogyha neked az autóvásárlás adhok jelleggel történik, akkor néhány perc alatt most már tulajdonképpen telefonon is meg tudod oldani. Arra nagyon nehéz válaszolni, hogy mennyibe kerül a biztosítás, mert ezer meg ezer tényezőtől függ, ami amúgy egy külön videó témáját is kiadja, például a vevő életkora, a lakcíme, az autó kora, az autó teljesítménye, az autó extrái, sőt, egy halom egyéb tényező, hogy volt-e már baleseted, vagy abban hibás voltál, és hasonló. Még egyszer mondom, forgalomban már csak úgy hajthatunk ki, hogy az autónak érvényes biztosítása van, különben jön a bünti a biztosító részéről. És akkor végre eljutunk az adásvételihez. Remek minták érhetők el az interneten, ezt akár gépen is szerkeszthetjük, és elég csak aláírni, vagy vehetünk a papírboltban indigósat, és akkor elég egyszer kitölteni. A lényeg, hogy négy, tehát négy példányban meg kell lennie, viszont mindegyiken saját kezű aláírásnak kell szerepelnie az eladótól, a vevőtől és a tanúktól is. A hibásan kitöltött adásvételi szerződést az okmányiroda visszadobhatja, tehát érdemes odafigyelni. És az okmányirodába már az eredetiségvizsgáról származó igazolással, az adásvételi szerződéssel, a biztosítási kötvénnyel, valamint az autó dokumentumaival kell eljárulni. Érdemes időpontot foglalni, mert a művelet maga nagyjából 15-20 perc, tehát eddig sem tart az átírás, ellenben a sorbedülés az nagyon idegörlő és nagyon sokáig tarthat. A forgalmi engedély ára 6000 forint, a törzskönyv ára szintén 6000 forint. Az új forgalmi, amiben már a mi adataink szerepelnek az autói mellett, azt ott helyben megkapjuk, ezt ott kinyomtatják nekünk, a törzskönyvet viszont vagy a hatóságnak kell átvennünk, vagy pedig kipostázzák. Na most a törzskönyv az az irat, amit az ember el szokott rakni, majd az eladásnál fejveszve túrja fel a lakást, hogy hol van,
mert anélkül ugye elég necces autót eladni. Van rá mód, de ezt majd szintén egy másik videóban fejtjük ki. Most a törzskönyv az, az a kis plastik kártya, ami az autó tulajdonjogát igazolja, tehát hogy a miénk. Ami még komoly költség az átírásnál, az az úgynevezett vagyonszerzési illeték. Ez az autó teljesítményétől függ, egészen súlyos összeg is lehet. Vannak mindenféle netes kalkulátorok, én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezzel számolni, amikor autót nézünk, mert hogy ez a vételárnak egy jelentős hányadát teheti ki. Ezután már csak élveznünk kell az autót, már persze, hogyha minden rendben ment. Na de mi van, hogyha nem ment minden rendben? Akkor két eshetőség létezik, amint szintén sokan kevernek vagy gondolnak szinonimának, ez a jótállás és a szavatosság. A jótállás a polgári törvénykönyv alapján, aki jótállást vállal egy termékre, annak felelősséget kell vállalni a hibás teljesítésért. A PTK szavaival élve ez azt jelenti, hogy ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelménynek. Tehát, hogyha mondjuk elmész vásárolni egy új mikrohullámos ütőt, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság szabályozásának megfelelően arra jótállást kell, hogy vállaljon a gyártó. Használt autók esetén amúgy ritka, hogy az eladó jótállást vállal, mert ebben az esetben nem kötelező. Itt jön viszont a másik fogalom, a szavatosság. A PTK, vagyis a polgári törvénykönyv alapján a használt autókra a kellékszavatosság fogalma vonatkozik. Vagyis ha kiderül, hogy az eladás időpontjában volt egy nem ismert hiba, akkor a vevőnek kárigénye keletkezhet az eladóval szemben. Nem számít, hogy az eladó tudotta a hibáról vagy sem, a jogszabály nem tesz különbséget. A lappangó hibák okozta bizonyított, és ez nagyon fontos, hogy bizonyított, kárigényt négyféle módon rendezheti az eladó. Az autó cseréjével, az autó megjavításával, az autó árának leszállításával, vagy az autó eredeti áron történő visszavételével. A vevő választhat ezen opciók közül, viszont a szavatosság nem vonatkozik mindenre. Ha az eladás pillanatában az eladó és a vevő is tudott a hibáról, és ezt írásban rögzítették, vagy szabad szemmel is látható volt a hiba, mondjuk egy repett szélvédő, vagy valami hasonló, akkor nyilván erre nem vonatkozik. Ha a hibát mi magunk okoztuk, mert mondjuk megkocoljuk az autót, és emiatt elár a lökhárító, vagy hasonló, akkor sem. Aztán ott van az, hogy kopó alkatrészek esetén természetes, hogy az idő előre haladtával cserére szorulnak, ezért ezekre nem vonatkozik a szavatosság. Kuplung vagy féktárcs esetén ne számítsunk arra, hogy 4-5 hónap múlva kopogtathatunk az eladónál, ki fog minket röhögni joggal. Vannak még ugye a jelentéktelen hibák, például a kárpitozás apró sérülései, ez egyszerűen kevés ahhoz, hogy mi jogszerű követeléssel álljunk elő. De ki bizonyít? Jótállás esetén az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba nem volt ott az eladás idején, az alapállapot az, hogy a vevőnek van igaza, az eladónak kell megcáfolnia őt. Szavatosság esetén is az első 6 hónapban az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás után keletkezett. Ha a második 6 hónapban bukik ki valami, ott már a vevőnek kell bizonyítania. Mi lehet viszont a jogosan merül fel a kérdés, hogy mi a bizonyítás alapja. Ha átvizsgáltátok az autót, akkor a jegyzőkönyv hasznos lehet, hiszen ott pontról pontra le vannak írva azok a dolgok, amik a hiba alapját adhatják. Ugyanígy az ismert hibákat fel kell tüntetni az adásvételiben, hogy utólag egyértelmű legyen a helyzet. Na most az a helyzet, hogy a használt autóvásárlás egy nagyon-nagyon összetett téma, valószínűleg sok videót fogunk még készíteni ebben a témakörben. Ez most a legegyszerűbb eset, hogy magánszemély vesz autót magánszemélytől. Viszont vehetünk mi autót cégtől, kereskedőtől. Van még rengeteg egyéb opció, azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy mi van, hogyha mi nem venni, hanem eladni akarunk, akkor mire érdemes odafigyelni, hogy bebiztosítsuk magunkat, és hasonlók. Szóval ez volt a kezdés, néhány hetente majd foglalkozunk ezzel a használtas témakörrel, addig is viszont iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan jön egy új videó.